A hagyományoknak különleges szerepük van az egyes közösségek életében. Zrínyi Miklós a politikus, katona és költő születésének 400. évfordulóját, a 2020-as esztendőt emlékévvé nyilvánította az országgyűlés, ami ugyan a pandémia árnyékában telt, mégis az események már jelezték, hogy a horvát és a magyar társadalom egyaránt pozitívan emlékezik a közös múltra. Nemzeti emlékhelyeink területfejlesztési jelentősége a magyar-horvát határ mentén címmel szeptember 16-án konferenciát tartottak Szigetváron. Megnyitó beszédében Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter, a magyar-horvát kapcsolatok újraépítésének fontosságáról beszélt, melynek egyik alapja lehet a közös zrínyi kultusz. Nem tudjuk eléggé megbecsülni azoknak a civil szervezeteknek az akaratát és lendületét, akik mindig a semmiből próbálják újra szülni és újraépíteni a magyar-horvát kapcsolatokat. Nem tudjuk eléggé becsülni azokat a történészeket, azokat a gazdasági szakembereket, azokat a kultúra szervezőket, akik nem csüggednek el a pillanatnyi sikertelenségektől, hanem mindig újra nekirugaszkodnak. És most ez a konferencia is egy ilyen nekirugaszkodás. A konferencia első előadója Sokcsevics Dénes történész kroatista, a Zágrábi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója volt, aki arról beszélt, miként őrizték meg a szigetvári hős horvátországi kultuszát a 19. századtól egészen napjainkig. A bevezető előadásként az zrínyiek horvát és magyar kultuszáról fogok beszélni, arról, hogy mit jelent ennek az zrínyiek a horvátoknak és magyaroknak a történelemben, a múltban és a jelenben, és hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hogyha sikerülne az UNESCO szellemi világörökség részévé tenni magyarok-horvátok kezdeményezésére az zrínyi örökséget. A Szigetváron ma is élő zrínyi kultusz jó példája annak, hogy egy közösség csak nem két évszázada, különféle történelmi korszakokon átívelve, hogyan ápolja hőse emlékét. A zrínyi kultusz a Baranya megyei értéktárba is bekerült.